Ez a királynő ruhája. Milyen szép! Nézd, Peppa, ez a királynő színarany koronája. Hű! Milyen szép dolgok! Mama, hol van a királynő tévéje? Akkor még nem volt tévé. Hű, nem volt tévé? De számítógépek biztos voltak. Nem, számítógépek sem voltak. Akkor mit csináltak napközben? Mama, ha királynő lennék, annyi sütit ennék meg, amennyi csak belém fér. Peppa királynőnek képzeli magát. Finom! Kíván esetleg még valamit, Peppa királynő? Igen, még több sütit. Természetesen. Indulás tovább! Jövök, papa! Papa, én vagyok Peppa királynő. Fejet kell hajtanod, ha velem beszélsz. Ó, borzasztóan sajnálom, ő királyi felség. És te ki vagy? Én a papád vagyok. Az nagyon érdekes lehet. Igen, nagyon érdekes. És ez milyen terem? Ez a dinoszaurusz terem. Dinoszaurusz? Zsoli, ez a dinoszaurusz terem. Dino bácsi. Hol van a dinoszaurusz? Valahol itt a teremben. Nem látom. Akkor biztosan nagyon kicsi. Peppa tulajdonképpen nagyon nagy. Ha? Ezek egy igazi dinoszaurusz csontjai. Dino bácsi. Sziasztok, srácok! Szia, Peppa! Szia, Suzi! Én Peppa hercegnő vagyok. Meg kell hajolnod, ha velem beszélsz. Szia, ő felsége! Én Suzi nővér vagyok. Nyisd ki a szád és mondd á. Á. Nej. Én vagyok a bohóc. Csinálj valami vicceset. Rebeka, miért öltöztél répának? Szeretem a répát. Dino bácsi. Egy félelmetes dinoszaurusz. Peppa a tükörben nézegeti magát. Tükröm, tükröm a falon. Ki a legszebb közülük? Te vagy, Peppa! Szia, Peppa! Szia, én egy mesebeli hercegnő vagyok. Én bosszorkány vagyok. Nekem varázspálcám is van. Nekem is van varázspálcám. Én békává tudlak változtatni. Én változtatlak békává téged. Dino bácsi! Ó, jaj, Zsoli megijedt saját tükörképétől. Butuska Zsoli, nézd, az ott te vagy a tükörben. Gyerekek, ideje eldönteni, kinek van a legjobb jelmeze. Kell egy bíró. Én mivel ez Peppa bulija, talán ő lehetne a bíró. Én vagyok a bíró, én vagyok a bíró. Mi az a bíró, papa? A bíró dönti el, melyik jelmez a legjobb. Hűha! Peppa fogja kiválasztani, kinek van a legjobb jelmeze. Suzi, megnézhetném a jelmezedet? Ne, Suzi nővér vagyok, meggyógyítom az embereket. Nagyon jó, Suzi nővér. Most Danny? Én kalóz vagyok, reszkesetek falábúak. Nagypapi! Nagypapi! Szia, Peppa! Szia, Zsoli! Nézzétek, mit csináltam nektek! Egy faházat! Egy faházat? Zsolinak és nekem? A kicsi függönyök a faházba kellenek. Hurrá! Peppa és Zsoli szereti a faházukat. Köszönjük, nagymami! Köszönjük, nagypapi! Ki akar elsőként bemenni? Én! Akkor menj csak! Mielőtt bemegyek a faházamba, le kell vennem a sáros bakancsomat. A saját faházamban vagyok! A saját faházamban vagyok!
Zsoli, te is szeretnél bemenni a faházba? Igen, ki az? Egy Zsoli nevű kismalac szeretne meglátogatni. Bejöhet? De csak ha leveszi a sáros bakancsát. Zsoli, vedd le a bakancsodat, akkor bemehetsz Pepához a faházba. Ki az? Zsoli? Igen, ki az? Mama malac. Van még egy kis hely odabent? Tudnod kell a titkos jelszavunkat, és akkor bejöhetsz a házba. Értem. És mi a titkos jelszó? Halkan megsúgom neked. A titkos jelszó a papa nagy hasa. Értem. Mondd meg a jelszót. Papa nagy hasa. Úgy van. Papa nagy hasa. Szerintem ez egy nagyon buta titkos jelszó. Egyszer volt, hol nem volt, egy kastélyban élt egy kicsi hercegnő, és úgy hívták Csipke Rózsika. Papa, miért ez volt a neve? Még nem tartok ott. Csipke Rózsika szép volt? Igen, nagyon szép volt. Szerette nézegetni magát a tükörben. Olyan szép vagyok. És ki élt még a kastélyban? Szóval... A többiek a kastélyban, a kis herceg, a királynő és a király. Úgy van, ők is ott éltek. És a királynak nagy hasa volt? Természetesen nem, nagyon jóképű volt, akár csak én. Egyébként volt ott még egy sárkány is. Dino bácsi! Dinoszaurusz? Ó, igen, nem is sárkány volt, hanem egy dinoszaurusz. Odakint volt egy hatalmas, félelmetes dinoszaurusz. Ó, nem, a dinoszaurusz talán nem is volt olyan félelmetes, papa malac. Sajnálom, Zsoli, tehát a dinoszaurusz nagyon kedves volt. Nagyon sok füvet evett. Papa malac! Bocsánat, de a dinoszaurusz volt. Papa, miért hívták a hercegnőt álmos hercegnőnek? Mindjárt elmondom. Tudjátok, lement a nap, a hold és a csillagok pedig feljöttek, és mindenki nagyon elálmosodott. Mesés tábortűzünk lesz. Most meggyújtom. Itt van a gyufa. Nincs szükségünk gyufára. Papa, hogy tudod meggyújtani gyufa nélkül? Ősi módszerrel gyújtok tüzet. Egyszerűen összedörzsölöm ezt a két botot. Papa malac két botot dörzsöl össze, hogy meggyújtsa a tábortüzet. Hol a tűz, papa? Mindjárt kész. Hurrá! Pofon egyszerű. Akkor megmelegíthetjük a paradicsomlevest. Hallgassátok a természet hangjait. Mi ez a hang? Ez a tücskök ciripelése. Ez mi? Az egy bagoly. Nézzétek, ott van. Hí! És ez a hang mi? Ó, nem tudom. Ez a papa hasa. A gyomrom korgása az egyik legfontosabb hang a természetben. Azt jelenti, ideje enni. Imádom a paradicsomlevest. Én is. Ó, papának van még egy hangja a természetben. Tessék? Indulás, gyerekek, a sátorba. Késő van. Nem fogunk mind beférni. Ez a sátor túl kicsi. Jó lesz az. Menjetek csak. Menj arrébb, mama malac. Papa, túl nagy vagy ehhez a sátorhoz. Na mindegy. Akkor inkább kint alszom. Jó ét, papa malac. Jó ét, papa. Jó ét. Jó ét mindnyájatoknak.
Mama Malac, Peppa és Zsoli alszik a sátorban. Papa Malac pedig kint alszik a szabad ég alatt. A salátát szeretitek? Igen, nagypapi. Nem. Zsoli a salátát sem szereti. Ajjaj, szereznem kell valamit, amit Zsoli is szeret. Szereted az uborkát? Fúj. Zsoli nem szereti az uborkát, nem szereti a salátát, és nem szereti a paradicsomot. Na Zsoli, mégis milyen zöldséget szeretsz? A csoki tortát. Buta Zsoli, a csoki torta nem is zöldség. Talán Zsoli csak akkor szereti a zöldséget, ha szép salátaként van elkészítve neki. Szép, friss paradicsomok, salátalevelek és uborka. Először meg kell mosnunk őket. Peppa és Zsoli segít nagymaminak megmosni a zöldségeket. Talán ennyi mosás elég. Nagymami elkészíti a salátát levelekből, paradicsomból és uborkából. Nagypapi, hívj minket ebédelni. Ebéd! Nagymami pizzát sütött ebédre. És itt egy kis saláta, nagypapi paradicsomából, salátaleveléből és uborkájából. Jó étvágyat mindenkinek! Zsoli megette a pizzáját, de Zsoli nem szereti a paradicsomot, sem a salátalevelet, sem az uborkát. Ó, jaj, Zsoli, nem szereted a salátát? Nem. Zsoli, kóstold meg ezt a finom kis paradicsomot. Nem. Zsoli, ez uborka. Nagypapi termesztette a kertjében. Mama, olyan furcsa hangot hallottunk. Dörög az ég, Peppa. Azt jelenti, sok villám lesz nagyon nagy esővel. Gyorsan be a házba, mielőtt esni kezd. Ne aggódjatok. Még nagyon messze van innen ez a vihar. Az ég egyre sötétebb és sötétebb. Hatalmas vihar készülődik. Peppa, Zsoli, az összes játékot behoztátok a kertből. Dino bácsi! Jól van, Dino bácsi biztonságban van. Maci! Macit a kertben felejtettem! Vizes lesz! Ne aggódj, Peppa! Papa Malac megmenti Macit! Jobb, ha sietsz, Papa Malac, mindjárt esni fog az eső. Én mindent tudok az ivatarokról. Még sokáig nem esik. Ahogy gondoltam, még sok idő van, mire elered. Szegény Maci, bőrigázott. Igen, szegény Maci, szárítsuk meg. Szegény Maci. Kész is vagy, Maci, megszáradtál. Pepci, mi lesz szegény papával? Én is bőrigáztam. Ó, ne haragudj, Papa Malac, megszárítunk. Meg is vagy, Papa Malac, szépen és szárazon. Az eső bejön a házba. Vízes lesz a padló. Ujjaj, mit tegyünk, Papa Malac? Ne aggódjatok. Papa Malac egy vödörrel próbálja felfogni a vizet. Demi, plié. Most egy kis ugrás. Petit jeté. Bájosan és szépen. Petit jeté. Bájosan és szépen. Petit jeté. Bájosan és szépen. A balettúra nagyon jó mulatság. Emeljétek a karotokat.
Képzeljétek, hogy gyönyörű hattyúk vagytok. És szerintetek milyen hangja lehet egy hattyúnak? Nej. Bájosan és szépen! Peppa szeret táncolni. Mindenki szeret táncolni. Mami, mind úgy táncoltunk, mint a hattyúk. Peppa rendkívül ügyes volt. Gyönyörűen és bájosan táncoltam. Ez csodás. Megmutassam, hogy csináltam. Menjünk haza előbb. Aztán megmutathatod Papa Malacnak, Zsolinak és nekem. Viszlát! Mama, felkelhetek? Mackó doktor azt mondta, egy darabig ágyban kell maradnod. Ó, az olyan uncsi. A doktor megengedte, hogy meglátogassanak. Zsuzsi Bari is eljöhet hozzám. Zsuzsi Bari Peppa barátnője. Felhívom Zsuzsi Bari anyukáját. Halló, Mama Malac! Beszélhetne Peppa Zsuzsival? Szia, Zsuzsi! Szia, Peppa! Nem érzem jól magam. Csupa kiütés az arcom. Voltál orvosnál? Igen, itt volt Mackó doktor bácsi. Azt mondta, kicsit beteg vagyok, ellenben nagyon bátor. Mennyire vagy beteg? Nagyon is, de nem fertőző. Ágyban kell maradnom. Mackó doktor bácsi adott nekem valami rettenetes ízű gyógyszert is. Megyek látogatni. Végre felvehetem az ápolónő ruhám. Zsuzsi Bari beteglátogatóba jött Peppához. Zsuzsin ápolónő ruha van. Dani kutyus és Rebeka nyúz is átjött. Szia, Peppa! Sziasztok! Hogy érzed magad? Nem túl fényesen, Zsuzsi. Ágyban kell maradnom. Hogyan segíthetnék még neked? Hoznátok egy kis narancslevet? Rendben! Peppa nagyon élvezi a helyzetet. Köszönöm, Zsuzsi. Jobban érzed már magad? Egy kicsivel. Dani, kérdezd meg a mamát, ehetek-e fagylaltot? És Rebeka, hoznál nekem pár szál virágot a kertünkből? Gyere, Zsoli! Peppa és Zsoli lábnyomokat gyárt a hóban. Peppa és Zsoli imád lábnyomokat gyártani. Jajaj! Kicsit se vicces! Zsoli, hógolyozzunk! Peppa gyúrt egy hógolyót. Peppa és Zsoli nagyon jól szórakozik. Zsoli, gyere vissza, te malac! Hűha, úgy látszik, kicsit eldurvult a játék. Ne haragudj! Zsoli, építsünk hóembert! Peppa és Zsoli hóembert épít. Először a testét. Zsoli, ez lesz a hóember teste. Aztán pedig a fejét. És most jön a karja, a szeme és a szája. Tessék, egy térkép Peppának. És Zsoli megkapja a kalózkalapom. Ahoj, Zsoli kapitány! E
Elég bonyolult ez a térkép. Papa, segítesz? Szívesen segítek, Peppa. Ebben jó vagyok. Nem is annyira könnyű. Papa malac fejjel lefelé tartott. Talán fordítsd meg? Igen, észrevettem. Egyszerű. A piros kereszt jelöli a kincs helyét. De hol van a kertben ez a két almafa? Nem tudom. Segítsünk nektek? Igen, léci. Az első nyom üvegben van. De hol lehet a palack? Látom már. Peppa megtalálta az első nyomot. Egy üzenet a palackban. Ide nézzetek, palackposta. Ügyes vagy, Peppa. Olvassuk el, mi áll benne. Ó, egy kalózhajóról érkezett. Mama, elolvasod a kalózok írását? Ez a kalóz elég olvashatatlanul ír. A kalózok írásával nincs semmi baj. Nem tudom kibogozni. A kalóz azt írta, hogy kövessétek a nyilakat. A nyilakat? Zsoli megtalálta a nyomot. Faágakból kirakott nyilakat. Nézzétek, erre mutatnak. Peppa és Zsoli követi a nyilakat. Nézd, Zsoli, egy kulcs. Peppa ismét nyomot talált. Egy kulcs. Ügyes vagy, Peppa. Már csak a ládát kell megtalálnotok. Ehhez a kulcshoz. Imádok autózni. Az autók is kedvel minket, igaz? Hűha, ez nem hangzik valami biztatóan. Mi a baj, papa? Nem tudom. Vigyük el az autószerelőhöz, majd megjavítják. Jó ötlet, mama malac. A garázs kutyaszakijé, aki nagyon jó szerelő. Ó, jaj, papa malac, a kocsijából szörnyű zajok jönnek. Meg tudná javítani, kutyaszaki? Igen, de csak estére készül el. Már annyira vártuk ezt a kirándulást. Semmi baj. Vigyék el ezt az autót, amíg megjavítom. Hurrá! Köszönjük, kutyaszaki. Leereszthetem a tetőt? Igen, kérem. Csak a piros gombot kell megnyomni. Okos kiskocsi. Mire visszaérnek, készen lesz az autójuk. Köszönjük, kutyaszaki. Viszlát! 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 Peppa és családja megszerette a kék kocsit. Mennyi gomb van egy új kocsiban? Mi lehet az a kis zöld gomb, papa? Lássuk csak. Az ablakok! Papa, tüntesd el megint az ablakokat. És mi lehet az a kék gombot? Nem tudom. Kipróbáljuk. Ha este beteszed a fogad a párna alá, eljön érte a fogtündér. A fogtündér elviszi a fogadat, és helyette ad neked egy fényes pénzérmét. Ha nagy leszek, fogtündér akarok lenni. Ohohoho. És te mi leszel, ha nagy leszel, Zsoli? Dino bácsi! Dino bácsi! Gyorsan, Zsoli, lefekvés! Nehogy lemaradjunk a fogtündérről! Lefekvés előtt Peppa és Zsoli fogatmos. Peppa, mi csinálsz? Megmosom a fogam, hogy szép fényes legyen, ha jön a fogtündér. Peppa alig várja az éjszakát. Peppa a párna alá teszi a fogat, hogy a fogtündér megtalálja. Jó hét, Peppa és Zsoli. Jó hét, mama. Jó hét, papa.
Jó ét, kis palackáim! Zsoli, nem akarok elaludni. Maradjunk fent sokáig, és lessük meg a fogtündért. Ez a fogtündér sokat késik. A fogtündér nem kapkodja el az érkezését. Hogy van az a fogtündér? Mi ez a zaj? Csak nem a fogtündér. Zsoli, te is hallod? Ó, Zsoli! Ó, ez csak Zsoli. Olyan fáradt, hogy elnyomta az álom. Reg! Szerintem 3 gyertya pontosan elég. Elkészült a mama tortája. Hurrá! Akkor most gyorsan díszítsük fel a nappalit. Szia, mama! Ó, itt vagytok. Már kezdtem unatkozni. Mama, nincs kedved sétálni egyet a kertben? Van más választásom? Nincs. Szia, mama! Kellemes sétát! Majd hívlak, ha megint hazajöhetsz. Elfelejtettem, milyen szülinaposnak lenni. Papa Malac, Peppa és Zsoli feldíszíti a nappalit. De vicces! Nagyapi és nagymami is átjön felköszönteni a mamát. Boldog szülinapot, mama Malac! Nincs kedved bejönni? Ó, még nem lehet. Papa, Peppa és Zsoli valami meglepetést készít elő. De kedvesek. Akkor később. Szia! Mama, most már bejöhetsz, ha van kedved. Szívesen. Csukd be a szemed. Még ne nyisd ki a szemed, mama. 1, 2, 3, kinyithatod! Boldog szülinapot, mama Malac! Micsoda meglepetés! Fújd el a gyertyákat! Kívánj valamit! Mama, mama! Bontsd ki a doboz, találd ki, mi van benne! Fogalmam sincs! Nyisd ki és nézd meg! Egy gyönyörű új ruha! Ó! Nyuszi néni tigrisnek festette ki Peppa barátait. Készen vagy, Zsuzsi? Igazi tigris lettél? Köszönöm, Nyuszi néni! Tetszik a képed, Zsuzsi? Kis cica lettél? Nem! Tigris vagyok! Peppa, szeretnéd, ha kifestenélek? Igen, kérem. Lehetnék elefánt. Ó, kicsim, azt nem tudok festeni, de tigrist igen. Jó, legyen tigris. Készen vagy, Peppa, igazi kis tigris. Tigris vagyok. Zsoli, te mi szeretnél lenni? Dino bácsi. Dinoszaurusz? Mit szólnál a tigrishez? Azt jobban tudok. Tigris vagyok. Én is. A tigrisek nem ugatnak. Te honnan tudod? Mert a tigrisek nagymacskák. Én is cica vagyok. Cili, megmutatod, hogy kell tigrisnek lenni? Jól van. A tigrisek nagyon-nagyon lassan osonnak. Aztán hoppá! A tigrisek viszonylag gyakran mosdanak. De ha valahol jól érzik magukat, darambolnak. Sziasztok, gyerekek! Jóságos ég, hisz ezek tigrisek. Megmutatom, milyenek az igazi tigrisek. Na, kis tigrisek, most mit csináljunk? Dino bácsi! Így van. Keressünk Zsolinak egy dínós lufit. Mindenki kaphat egy lufit. Hurrá! Mintha Peppa sokat csúfolná Zsolit. Peppa,
Ugye nem bántod Zsolit? Dehogy is, mama. Én csak megtanítom őt labdázni. Valóban? Tudok egy játékot, hogy könnyebben megtanulja. A cicázás régi játék. Peppa, fogd a labdát és állj oda. És Zsoli, te meg maradj itt. Jó. Dobjátok át a labdát egymásnak. Én meg majd elkapom, most én vagyok a cica. Mama lesz a cica. Kapd el, Zsoli. Ó, nem sikerült. Zsoli elkapta a labdát. Hurrá! Ügyes vagy, Zsoli. Most dobd a labdát Peppának. Ó, még egyszer. Ó, még egyszer. Zsoli nem tudja átdobni a labdát Peppának. Gyerünk, Zsoli, kérem azt a labdát. Hopp! Ügyes vagy. Ezt én is tudom. Peppa utánozni akarja Zsolit, de túl nagy és beragad. Nálam van a labda. Peppa, azt hiszem, te vagy a cica. Zsoli, kapd el! Hurrá! Elkaptam. Zsoli, most te vagy a cica. Zsoli, kapd el! Kapd el a labdát, Zsoli! Mama, játszhatunk a számítógépeden a csirkés játékkal? Majd később betöltöm a játékokat. Most dolgoznom kell. Mama, segíthetünk dolgozni? Nem, Peppa! Ne érj hozzá a billentyűkhöz! És Zsoli, te se nyúj hozzá a számítógéphez! Igen, Zsoli! Ne csinálj így! Peppa, elég! Bocs, mama. Csak megmutattam Zsolinak, hogy mit nem szabad. Baj van. A számítógép teljesen elromlott. Papa malac! Papa malac! Mi a baj, kedvesem? Papa malac, meg tudod javítani? Addig én lemegyek és befejezem az ebédet. Jól van, mama malac, de tudod, hogy nem vagyok túl ügyes. Ó, köszönöm, papa malac. A papa megjavítja a számítógépet. Talán, ha gyorsan kikapcsolom, és újra bekapcsolom. A papa megjavította a számítógépet. Hurrá, papa! Igen, úgy látszik, értek a számítógépekhez. Papa, most játszhatunk a számítógéppel csirkefarmosat? Kérdezzétek meg a mamát. A mama azt mondta, később játszhatunk. Akkor rendben. De nem tudom, hol lehet a lemez. Gazella néni vigyáz a gyerekekre az oviban. Sziasztok! Ő itt a kisöcsém, Zsoli. Szervusz, Zsoli! Én is szeretnék egy ilyen kisöcsikét. Valóban. Hello, Dani kutyus vagyok. Ez egy dinoszaurusz? Az csak egy játék dinoszaurusz. Grrr, Dino bácsi. Brilliáns. Dino bácsi. Grrr. Dino bácsi. Grrr. Hű, de megijesztettél. Brilliáns. Zsoli az én kisöcsém. Brilliáns malac. Peppa büszke Zsolira, a kisöccsére. Mutassuk meg Zsolinak, hogyan kell képet festeni. Zsoli nem tud szépen festeni. Akkor majd te segítesz neki. Igen, én ügyes vagyok.
Megmutatom, hogy kell virágot rajzolni. Zsoli, megmutatom neked, hogyan kell virágot rajzolni. Először egy nagy kört kanyarítunk. Nem, Zsoli, nem pont azzal a színnel. Most hozzáillesztjük a szirmokat. Zsoli, nem olyan alakúak. Most jön a szár, meg a levelek. Kész van. Peppa és Zsuzsi szerette a szobájában játszani. Zsoli is szeretne. Nem, Zsoli. Az nagylányoknak való játék. Menj és játsz a saját szobádban. Peppa és Zsuzsi egyedül szeretnének játszani. Most én vagyok a kis tündér királynő. Ha egyet suhintok a varázspálcámmal, békává változtatlak. Zsoli nem szeret egyedül lenni. Zsoli is szeretne játszani. Nem, Zsoli. Most Zsuzsival játszom. De találj ki valami mást. Zsoli Peppával játszana. Egyedül érzi magát. Zsoli, jössz segíteni? Csak is sütit sütök a lányoknak. Valaki kinyalhatja a tálat. Zsoli segít a mamának sütit sütni. De jobban szeretne Peppával játszani. Én leszek a nővér. És én leszek az orvos. Jó, de akkor ki lesz a beteg? Zsoli! Peppa és Zsuzsi szeret orvososat játszani. Időnként papa elveszíti a szemüvegét. Peppa, Zsoli, nem láttátok a papa szemüvegét? Már egy ideje keressük. Nem, mama. Peppa és Zsoli nem tudja, hol lehet a papa szemüvege. A csodába. Papa nem lát jól szemüveg nélkül, és ettől elég morcos lesz. A szemüvege nélkül papa újságot sem tud olvasni. Ez nevetséges. Nem látok semmit. Valaki biztosan eldugta a szemüvegem. Emlékszel utoljára, hol viseltet, papa? Ha nincs rajtam, mindig a zsebembe rakom. De most nincs ott. Papa, mi is segíthetünk a keresésben. Jó ötlet, Peppa. Ha megtalálod, papa malac sem lesz ilyen morcos. Nem is vagyok morcos. Peppa és Zsoli keresni kezdi a papa szemüvegét. Peppa megnézi az újság alatt, de a papa szemüvege nincs ott. Zsoli megnézi a televízión, de a papa szemüvege ott sincs. Menjünk fel, nézzük meg a papáék hálójában. Peppa és Zsoli körülnéz a szülők hálószobájában. Zsoli, vigyázz, nehogy tönkre tegyél ám valamit. Ez nem is vicces. Peppa benéz a párna alá, de a papa szemüvege nincs ott. Ez a pici magocska először kicsi almafává fejlődik, mint ez. Aztán a kis almafából egyszer csak hatalmas nagy fa válik, mint ez. És az alma közepében még több magot találunk. Hogy még több fánk legyen. Eltaláltad.
Nagyapa, nagyapa, én is akarok ültetni. Mit gondolsz, egy epermag jó lenne? Igen, nagyon. Ebből a magból egyszer egy csinos kis eperpalánta lesz. Először ás egy kis gödröcskét. Beleteszem a magot, és betakarom földdel. Megöntözem neked a magot? Nem, nem. Majd én megöntözöm. Jó. Már csak ki kell várni, amíg megnő. Peppa és Zsoli azt várja, hogy kinőjön a növény. Nem történik semmi sem. Türelmesebbnek kell lenned, Peppa. Majd csak sokára lesz belőle szamóca. Peppa, Zsoli, ideje indulnunk. De még megvárjuk, míg kinő az eperpalántám. Szerettem volna epret uzsonnázni. Ne aggódj, Peppa. Ha legközelebb jöttök, már biztosan kibújik a földből a növényke. És leszedhetjük az epreket. Igen. Gyere, Peppa. Szervusz, nagypapi. Szervusz, epermag. Ha a sütőtökig bicajozunk, nagyon kell vigyáznunk, nehogy valami baja essen. A papa nagyon szomorú lenne, ha összetörnénk a tököt. Ne izgulj, Peppa! Gyertek! Peppa és pajtásai papa sütőtöke felé tartanak. Hé, hey, vigyázzatok a tökre! Peppa, vigyázz! A papa ültette! Bocsapa! Nézzétek Zsolit, olyan, mint egy csiga. Még mindig a bababicajon jár. A tiéd sem nagy lányosám, Peppa. Még rajta van a pótkerék. Én már pótkerék nélkül bringázom. Én is! Én is! Menjünk fel megint a dombra. Velünk jössz, Peppa? Nem, most inkább itt maradok. Még úgy is jövünk. Szia. Peppa szeretné, ha az ő biciklién sem lenne pótkerék. Papa, szerintem már nem kell az a pótkerék. Talán anélkül is tudsz menni? Igen. Rendben, Peppa, akkor leszerelem. Papa leszereli Peppa kerékpárjáról a pótkereket. Biztos, hogy pótkerék nélkül szeretnél menni? Igen. Még sosem próbáltad? Sikerülni fog, igen, igen. Mi olyan vicces? Pótkerék nélkül nem olyan könnyű bicajozni. Szeretnéd, ha segítenék? Igen, kérlek, apa. Rendben. Elkészülni? Vigyázz! Megy! Ne engedj el, papa! Semmi baj, tartalak! Zsoli szeretné tudni, mi van Peppa titkos dobozában. Ha érdekel, próbáld meg kitalálni. Dino bácsi! Zsoli azt hiszi, Peppa Dino bácsit tette bele. Ó, Zsoli! Te mindenre csak azt tudod mondani, hogy Dino bácsi. Egyébként is a dinoszauruszod bele sem férne a dobozba. Zsoli nem tudja kitalálni, mi van Peppa dobozában. Papa épp a képeket porolja le. Nézd, papa! Ez az én titkos dobozom. A mamától kaptam. Nagyon szép, Peppa. Mit tartasz benne? Az az én titkom. Zsoli majdnem kitalálta, de végül nem sikerült. Megpróbálhatom? Igen. Csak nem a szemüvegem tetted bele? Nem. A szemüveged a fejeden van. Hát megvan. Butus, papa, próbáld csak meg még egyszer. Rendben. A mama cipője van benne? Nem, minden lehetőséged elhasználtad. Peppa szereti a titkokat. Mama, senki sem tudja, mi van a dobozban. Ó, Zsolinak is van. Neki is csináltam egy dobozt. Ő is beletette a titkait. Csak Zsoli tudhatja, mi van benne. Ó. Peppa szeretné megtudni, mi van Zsoli dobozában. Ugyan már, csak Dino bácsi lehet, igaz? Nem. Nem. Zsoli dinoszaurusza nincs a dobozban.
ez így túl nehéz. Sose találom ki. Lehet, hogy Peppa mégsem szereti a titkokat annyira. Esetleg mutass meg valamit Jolynak a te dobozodból, ő megmutat egyet az övéből. Rendben, de akkor egyszerre kell kinyitnunk. Ez ragyogó ötlet. Minden szülő eljött a bemutatóra. Hölgyeim és uraim! Köszöntök mindenkit a Piroska és a Farkas előadásán! Hadd mutassam be a színtársulatot! Kérem, kérem! A kis színészeink érdekében ne fényképezzenek! És most kezdődjön az előadás! Nagymama otthon van. De ki a látogatója? A gonosz farkas vagyok! Ügyes vagy, Dani! Ójaj, Dani elfelejtette a szövegét. Nagymama, most bezárlak a szekrénybe. A szekrénybe veled! A gonosz farkas úgy tesz, mintha ő lenne a nagyi. Én lennék a kicsi piroska. Látogatóba megyek a nagyihoz. Bravo, Peppa! Papa, most még tilos fényképezni. Hoppá, bocs, Peppa, folytasd! Meglátogatom a nagymamámat. Ó, nagyon megváltoztál, nagymama. Milyen nagyok a szemeid. És mekkorák a fogaid. Hű, te tényleg nem a nagyi vagy, hanem a nagy gonosz farkas. Segítség, segítség! Hello, Peppa Malac vagyok. Megint! Jó! Hello, Peppa Malac vagyok. Megint! Hello, Peppa Malac vagyok. Megint! Esetleg valami mást is felvehetünk. Megvan. A papa hagyja el a szobát, felveszünk neki valamit. Erre! Papa a konyhában várakozik, míg mama Zsoli és Peppa titkos felvételt készít. Ne lesz, Peppa Malac! Mindenki csináljon valamit. Zsoli, szeretnéd te kezdeni? Kész vagytok? Megnézhetem a filmet? Kész van! Most már bejöhetsz! Zsoli és Peppa is mutat valamit. Lássuk először Zsoli filmjét. Dino bácsi! Zsoli úgy csinál, mint Dino bácsi. Nagyon félelmetes dinoszaurusz. Ójaj, Zsoli megijedt. Nem kell félni, Zsoli. Az ott nem is egy igazi dinoszaurusz. Te vagy. Dino bácsi. Most lássuk Peppa filmjét is. Ez meg ki akar lenni? Én vagyok Peppa Malac. Értem. Azért ilyen hatalmas a pocakom, mert rengeteg finom csokis süteményt eszem. Nem is vagyok ennyire kövér. Jipi! Megjöttek Peppa barátai. Candy cica, Suzy Bari, Dani kutyus, Rebeka nyuszi és Pedro póni. Hát sziasztok! Boldog szülinapot, Peppa! Gyertek, gyerekek! Kezdődik a mulatság! Hurrá! Hurrá! Peppa Malac felkészül a mutatványra. Peppa, tudod, mit mondasz? Hölgyeim és uraim, bemutatom a hatalmas misztériót. Tudom, papa. Hölgyeim és uraim, a varázspapa. Hurrá! Az első trükköm. Abrakadabra! Ez Teddy! A
következő trükkhöz egy segítőre lesz szükségem. Csak egyet kérek. Kis hölgyem, te voltál az első. Elárulnád a becses neved? Ne, Suzi Bari vagyok. Jól van, Suzi. Íme három labda. Egy piros, egy kék és egy sárga. Látom. Titokban válasz ki egyet közülük, miközben én elfordulok. Rendben. Na, választottál? Igen. Abrakadabra, legyen a sárga. Nem. Abrakadabra, kék. Nem. Abrakadabra, piros. Igen, a piros az. Hurrá! Hurrá! Igazi varázsló vagy, de mind a három színt mondtad. Ssss, Peppa, ne áruld el nekik. Tessék a paradicsom, mama. Ügyes, Peppa. Egy, kettő, három, négy. Tedd bele a kocsiba. Megvan a paradicsom. Ügyes vagy, Peppa. Kihúzom a paradicsomot a listáról. Mi a következő? Spagetti! Bigetti! Jól mondod, Zsoli, de helyesen spagetti. Bigetti! A spagetti a malacok kedvenc eledele. Merre lehet a spagetti? Már látom! Erre! Spagetti! Nézd, mama! Itt a spagetti! Ügyes vagy, Peppa. Tedd a spagettit a kocsiba. Jó, mama! Spagetti! Zsoli, a neve spagetti! Spagetti! Most mi következik, Peppa? Rákcsa! A rákcsát nem írtuk fel. Rengeteg chips van otthon, Peppa. Mondj valami mást! Másra nem is emlékszem. Te emlékszel, Zsoli? Dino bácsi! Dino bácsi! Zsoli, ebben az áruházban nem lehet dinoszauruszt kapni. Nem, Zsoli. A következő a listánkon a hagyma. Hagyma? Majd elfelejtettem. Itt is van. Ügyes vagy. Egy, kettő, három, négy. Hagyma! Nagyon ügyes. Már majdnem mindent megvettünk. De valami még hiányzik. Nagypapa, miért nem megyünk gyorsabban? Nyugalom, Peppa. Majd később belehúzunk. Nézd, itt egy másik hajó. Íme Ebb nagyapó. Danival kipróbálják a hajójukat. Jó utat, Ebb nagyapó! Jó utat neked is, malacapó! Szia, Dani! Szia, Peppa! Ebb nagyapó és malacapó régi barátok. Csodálkozom, hogy a hajód ilyen jól bírja még, Ebb nagyapó. Pedig majdnem olyan öreg, mint te magad. Tudd meg, hogy ez a vén csatahajó bármikor leelőzi azt a puccos bárkádat, malacapóka. Jól van, te vénséges vízikutya. Versenyezzünk! Úgy is vesztesz, vízi disznó! Úgy viselkedtek, mint az óvodás gyerekek. De malacapó vízi disznónak nevezett. Te pedig őt vízi kutyának, nagyapa. Kér tőle bocsánatot. Csak hogyha ő kér előbb tőlem. Nagyapó, kéri bocsánatot malacapótól, a legjobb barátod. Nem. Csak egy vízidisznó, és úgyis az én hajóm a gyorsabb. Jól van, vén vízikutya. A következő híd legyen a cél. Háromra indul! Egy, két, most! De idő előtt indultál! Kapj el, ha tudsz, vízidisznó! Te vén vízikutya! Csak ennyire futja a bárkádból? Sosem érsz utol! Nyertem! Ó, jaj, nagyapa hajójából kifogyott a benzin. Zsoli lefekteti a pókot. Jaj! Zsoli, te meg mit csinálsz?
Segíts megteríteni az asztalt! Segítség, segítség! Papa, egy pók van a szobámban! Semmi baj, Peppa. Kérlek, papa, vidd ki onnan! Nem kell félni! Szia, Zsoli, láttad azt a pókot? Annyira csúnya! Csinálj valamit! Nem kell félni tőle, Peppa. A pók nagyon-nagyon kicsi, és nem bánt bennünket. Semmi baj. A papa kiviszi a szobából. Elég nagyra megnőtt. Nem? Szólok a mamának is. Mama, malac! Szia, kedves pók uram! Peppa felbátorodott. Szereti a babaházamat. Sziasztok, malackák! Hallom, találtatok egy kis pókot. Kiviszem innen, hogy nyugodtan tudjatok játszani. Mama, pók uramnak neveztem el. Ó, pók uram elég méretes, nem? Peppa és Zsoli kedveli a pókot. Jó hét! Zsoli lefekteti az ágyba. Ne, Zsoli! Szomjasnak látszik, nem akar még lefeküdni. Éhes vagy, kedves pók uram? Nem kér süteményt? Peppa már nem is fél a póktól. Mama, papa, üljetek le! Mindnyájan kedves pók urammal teázunk ma délután. Kértek teát? Kérek! Kérek! Zsoli, dobd ide, én meg majd elkapom. Zsoli, kapd el! Ó, jaj, Zsoli még nem tudja elkapni a labdát. Semmi baj, Zsoli. Nincs kedved fürödni egyet Peppával? De jó, papa! Vegyétek fel a karúszókat. Készen vagyunk. Nagyon csinos vagy a karúszódban, Zsoli. Most én! Jó! Most már mehetünk a vízbe. Hurrá! Nem hideg a víz? Nagyon is kellemes. Ó! Elég lesz. Te kezdted, papa malac. Inkább lubickoljunk. Papa, imádom a strandolást. Peppa és Zsoli szeret strandolni. Mindenki szeret fürdeni. Peppa, Zsoli, nincs kedvetek homokozni a parton? De van, mama. Papa, papa, beáshatunk a homokba. Hát... Kérlek, papa! Na jó, rendben. Jipi! Peppa és Zsoli beássa a papát a homokba. Elég már. Hol az a kalapács? És a szög? Álljatok hátrébb és nézzétek a szakembert. Papa malac beveri a szöget a falba. Vigyázz a falra, papa! Ne aggódj, Peppa! Látod, megy ez! Ó, nem így gondoltam. Papa malac túl nagyot csapott a szögre. Ó, papa, most nagyon megrepett. Csak egy kis vonalka. A kép eltakarja. Ugye? Én még mindig látom, papa. Igen. Kihúzom a szöget, és megcsinálom. Csak ügyesen, papa. Ne butáskodj, Peppa. Már jön is. Ó, papa, most tényleg kiukadt a fal. Szerinted mama is észreveszi? Ó, igen, nagyon is valószínű. Gyorsan, Zsoli! Ezek meg mit csinálnak? Papa, innen is látunk!
Papa malac visszarakja a falat, mielőtt mama hazaér. Téglát kérek. Először papa téglát rak a rézsbe. Kész! Papa malac bevakolja az új falat. Na látjátok? Végül papa lefesti a falat. Peppa hintázni szeretne. Mami, mami, lökjél, léci! Készen vagy? Igen, jó magasra lökjél! Feljebb, mami! Zsoli is szeretne hintázni. Most te jössz, Zsoli! Kapaszkodj! Én akarom lökni! Óvatosan lökd meg, Peppa! Igen, mami! Kapaszkodj, Zsoli! Ójjaj, Peppa nagyon meglökte Zsolit. Zsoli kicsit fél a magasban. Peppa, tudod, hogy Zsoli fél a magasban? Bocs, Zsoli! Akkor menjünk mászókázni! Szia, Suzi! Szia, Dani! Szia, Peppa! Ho-ho! Nem jól csináljátok! Megmutatom, hogy kell beleugrani. Hátrébb! Vigyázz, kész, rajt! Whee! Nézzétek! Repülök, mint egy madár! Beszorultam! Peppa beszorult a kerékbe. Ez nem vicces! Pedig egy kicsit annak látszott. Várj! Kiszabadítunk! Peppa barátai segítenek. Köszönöm, srácok! Mama, Peppa és Zsoli a konyhában van. Papa a szobában fekvő támaszozik. A papa nagyon jól csinálja. Igen, de nehogy túlzásba vigye. Utána nézek. 14, 15, 16, 17. Papa malac, csaltál! Nem is fekvő támaszozol. Valami érdekes volt a tévében. Lusta, papa. Talán a régi szobabiciklim jobban beválik. Aha, viccesnek látszik. Biciklizés közben tudok majd tévét nézni. Így nem megy. Túl hangos a bringa. Nem hallom a tévét. Formába kell lendülnöd. Megvan. Kölcsön adom a biciklimet. Jó, addig is a friss levegőn leszel. Papa malac bringázni indul Peppa háromkerekűjén. Papa, ez itt a pedál. Ezek a fékek, ez meg a csengő. Igen, igen, köszönöm, Peppa, tudom. Sziasztok! Hát megy ez! Az edzés kemény munka. Minek pedálozni, ha nem is muszáj? Papa malac nagyon gyorsan megy. Lassítanom kellene. Nem elég erős a fék. Segítség! Papa malac már régen elment. Mama, hol lehet a papa? Ne izgulj, Peppa. Biztosan nagyon jól érzi magát, ezért késik egy kicsit. Mi ez a hangoskodás? Segítség! Jaj! Mi a csoda folyik itt? Micsoda hangzavar?
És milyen rendetlenség van? Könnyen megütitek magatokat. Valakinek már van is egy kék foltja. Ujjaj, szegény papa. Gyerekek, pakoljuk össze a játékokat. De mama, éppen dinoszauruszosat játszottunk. Ha kész, folytathatjátok. De ezek Zsoli játékai. Ó, valóban. Ez a kis ruha is Zsoli babájára való? Nem. Lehet, hogy valami mégis az enyém. Jó, segítek Zsolinak. És mama meg neked, Peppa. Versenyezzünk. Lányok, fiúk ellen. Jó ötlet. Lássuk csak, ki lesz a nyerő. Vigyázz, kész, rajt! Vezetünk! Nem is igaz! Tessék! Ó, mi ez? Teddy, már mióta kereslek? Gyorsan, Peppa, tedd be Teddyt a kosárba. Kész. A könyveket is. A helyükre. Chloe megrajzolja a bábú szemét. És most a száját? Mehet. Peppa a nevem. Zsoli, te milyen bábút szeretnél? Dino bácsit. Dinoszauruszt? Zsoli mindig mindenre azt mondja, hogy Dino bácsi. Jól van, egy ijesztő dino bábút. Chloe készít Zsolinak egy dinoszauruszt. Éles fogai vannak. Tessék, a dinoszauruszod. Gyertek ebédelni! Megyünk! Ebéd után kezdődik az előadás. Hurrá! Malac néni spagettit főzött. Nagyon finom vasárnapi ebéd. A legfincsibb spagetti. Látszik, hogy testvérek vagytok. Le sem tagadhatják. Miből gondolod? Teljesen mások vagyunk. Peppa, Zsoli és én szeretnénk mutatni valamit. Fantasztikus, szóljatok, ha kész. Majd jövünk. Bábszínház, ez jól hangzik. Kaphatok még egy kis tésztát? Én sem laktam jól. Kezdődik az előadás. Hello, az én nevem Chloe. Az enyém meg Peppa. Hű, egy dinoszaurusz! Milyen félelmetes! Én mondom, nagyon jó darab! Malac bácsi vagyok. Szia, Malac bácsi! Szia, Peppa! Ho, ho, ho! Pont olyan, mint te! Ugyan, nincs is ekkora pocakom! Gyorsan pumpáljuk fel a medencét! Papa Malac felfújja a medencét. Nem nagy ügy. Peppa fogja a slagot, mama megnyitja a csapot. Miért nem jön a víz? Peppa és Zsoli szeret fürdeni. Jégkrém! Jégkrém! Jó néni, a fagylaltárus! Fagylalt! A meleg napokon Nyuszi néni fagyit árul. Mami, papa! Kaphatunk Zsolival fagyit? Lássuk, ma különösen meleg napunk van. Hurrá! Én is kérek, mama Malac! Mindenki imádja a fagyit. Mama Malac, sziasztok! Üdv, Nyuszi néni! Milyen fagyit szeretnétek? Kaphatok töltséreset, Nyuszi néni? Hát persze, Peppa. Köszönöm. Nekem is papának is adhat egyet, kérem. És Zsoli uramnak mivel szolgálhatok? Dino bácsi! Dinosat! Buta Zsoli! Mindenre csak azt mondja, hogy Dino bácsi. Nos, most szerencséd van, kicsi Zsoli. Kaptam dínos jégkrémet. Dino bácsi! Grrr.
Zsoli, edd meg a fagyit, mert elolvad. Dino bácsi! Zsolinak annyira tetszik a dínós nyalóka, hogy nem akarja megenni. Köszönjük, Nyuszi! Jó fürdést! Ez a királynő ruhája. Milyen szép! Nézd, Peppa, ez a királynő színarany koronája. Hű, milyen szép dolgok! Mama, hol van a királynő tévéje? Akkor még nem volt tévé. Hű, nem volt tévé? De számítógépek biztos voltak. Nem, számítógépek sem voltak. Akkor mit csináltak napközben? Mama, ha királynő lennék, annyi sütit ennék meg, amennyi csak belém fér. Peppa királynőnek képzeli magát. Finom! Kíván esetleg még valamit, Peppa királynő? Igen, még több sütit. Természetesen. Indulás tovább! Jövök, papa! Papa, én vagyok Peppa királynő. Fejet kell hajtanod, ha velem beszélsz. Ó, borzasztóan sajnálom, ő királyi felség. És te ki vagy? Én a papád vagyok. Az nagyon érdekes lehet. Igen, nagyon érdekes. És ez milyen terem? Ez a dinoszaurusz terem. Dinoszaurusz? Zsoli, ez a dinoszaurusz terem. Dino bácsi. Hol van a dinoszaurusz? Valahol itt a teremben. Nem látom. Akkor biztosan nagyon kicsi. Peppa tulajdonképpen nagyon nagy. Ha? Ezek egy igazi dinoszaurusz csontjai. Dino bácsi. Sziasztok, srácok! Szia, Peppa! Szia, Suzi! Én Peppa hercegnő vagyok. Meg kell hajolnod, ha velem beszélsz. Szia, ő felsége! Én Suzi nővér vagyok. Nyisd ki a szád és mondd á. Á. Ne! Én vagyok a bohóc. Csinálj valami vicceset. Rebeka, miért öltöztél répának? Szeretem a répát. Dino bácsi. Egy félelmetes dinoszaurusz. Peppa a tükörben nézegeti magát. Tükröm, tükröm a falon, ki a legszebb közülük? Te vagy, Peppa! Szia, Peppa! Szia, én egy mesebeli hercegnő vagyok. Én boszorkány vagyok. Nekem varázspálcám is van. Nekem is van varázspálcám. Én békává tudlak változtatni. Én változtatlak békává téged. Dino bácsi! Ó, jaj, Zsoli megijedt saját tükörképétől. Butuska Zsoli, nézd, az ott te vagy a tükörben. Gyerekek, ideje eldönteni, kinek van a legjobb jelmeze. Kell egy bíró. Én mivel ez Peppa bulija, talán ő lehetne a bíró. Én vagyok a bíró, én vagyok a bíró. Mi az a bíró, papa? A bíró dönti el, melyik jelmez a legjobb. Hűha! Peppa fogja kiválasztani, kinek van a legjobb jelmeze. Suzi, megnézhetném a jelmezedet? Suzi nővér vagyok, meggyógyítom az embereket. Nagyon jó, Suzi nővér. Most Danny. Én kalóz vagyok, reszkesetek falábúak. Nagypapi! Nagypapi! Szia, Peppa! Szia, Zsoli! Nézzétek, mit csináltam nektek! Egy faházat! Egy faházat? Zsolinak és nekem? A kicsi függönyök a faházba kellenek. Hurrá! Peppa és Zsoli szereti a faházukat. Köszönjük, nagymami! Köszönjük, nagypapi! Ki akar elsőként bemenni? Én!
akkor menj csak! Mielőtt bemegyek a faházamba, le kell vennem a sáros bakancsomat. A saját faházamban vagyok! A saját faházamban vagyok! Zsoli, te is szeretnél bemenni a faházba? Igen, ki az? Egy Zsoli nevű kismalac szeretne meglátogatni. Bejöhet? De csak ha leveszi a sáros bakancsát. Zsoli, vedd le a bakancsodat, akkor bemehetsz Pepához a faházba. Ki az? Zsoli? Igen, ki az? Mama malac. Van még egy kis hely odabent? Tudnod kell a titkos jelszavunkat, és akkor bejöhetsz a házba. Értem, és mi a titkos jelszó? Halkan megsúgom neked. A titkos jelszó a papa nagy hasa. Értem. Mondd meg a jelszót. Papa nagy hasa. Úgy van. Papa nagy hasa. Szerintem ez egy nagyon buta titkos jelszó. Egyszer volt, hol nem volt, egy kastélyban élt egy kicsi hercegnő, és úgy hívták Csipke Rózsika. Papa, miért ez volt a neve? Még nem tartok ott. Csipke Rózsika szép volt? Igen, nagyon szép volt. Szerette nézegetni magát a tükörben. Olyan szép vagyok. És ki élt még a kastélyban? Szóval... A többiek a kastélyban, a kis herceg, a királynő és a király. Úgy van, ők is ott éltek. És a királynak nagy hasa volt? Természetesen nem, nagyon jóképű volt, akárcsak én. Egyébként volt ott még egy sárkány is. Dino bácsi! Dinoszaurusz? Ó, igen, nem is sárkány volt, hanem egy dinoszaurusz. Odakint volt egy hatalmas, félelmetes dinoszaurusz. Nem, a dinoszaurusz talán nem is volt olyan félelmetes, papa malac. Sajnálom, Zsoli, tehát a dinoszaurusz nagyon kedves volt. Nagyon sok füvet evett. Papa malac! Bocsánat, de a dinoszaurusz volt. Papa, miért hívták a hercegnőt álmos hercegnőnek? Mindjárt elmondom. Tudjátok, lement a nap, a hold és a csillagok pedig feljöttek, és mindenki nagyon elálmosodott. Mesés tábortűzünk lesz. Most meggyújtom. Itt van a gyufa. Nincs szükségünk gyufára. Papa, hogy tudod meggyújtani gyufa nélkül? Ősi módszerrel gyújtok tüzet. Egyszerűen összedörzsölöm ezt a két botot. Papa malac két botot dörzsöl össze, hogy meggyújtsa a tábortüzet. Hol a tűz, papa? Mindjárt kész. Hurrá! Pofon egyszerű. Akkor megmelegíthetjük a paradicsomlevest. Hallgassátok a természet hangjait. Mi ez a hang? Ez a tücskök ciripelése. Ez mi? Az egy bagoly. Nézzétek, ott van. Hí! És ez a hang mi? Ó, nem tudom. Ez a papa hasa. A gyomrom korgása az egyik legfontosabb hang a természetben. Azt jelenti ideje enni. Imádom a paradicsomlevest. Én is. Papának van még egy hangja a természetben. Tessék? Indulás, gyerekek, a sátorba. Késő van. Nem fogunk mind beférni. Ez a sátor túl kicsi. Jó lesz az. Menjetek csak. Menj arrébb, mama malac.
Pepa, túl nagy vagy ehhez a sátorhoz. Na mindegy. Akkor inkább kint alszom. Jó ét, papa malac. Jó ét, papa. Jó ét. Jó ét mindnyájatoknak. Mama malac, Pepa és Zsoli alszik a sátorban. Papa malac pedig kint alszik a szabad ég alatt. A salátát szeretitek? Igen, nagypapi. Nem. Zsoli a salátát sem szereti. Ajjaj, szereznem kell valamit, amit Zsoli is szeret. Szereted az uborkát? Fúj! Zsoli nem szereti az uborkát, nem szereti a salátát, és nem szereti a paradicsomot. Na Zsoli, mégis milyen zöldséget szeretsz? A csoki tortát! Buta Zsoli, a csoki torta nem is zöldség. Talán Zsoli csak akkor szereti a zöldséget, ha szép salátaként van elkészítve neki. Ó, szép, friss paradicsomok, salátalevelek és uborka. Először meg kell mosnunk őket. Pepa és Zsoli segít nagymaminak megmosni a zöldségeket. Talán ennyi mosás elég. Nagymami elkészíti a salátát levelekből, paradicsomból és uborkából. Nagypapi, hívj minket ebédelni. Ebéd! Nagymami pizzát sütött ebédre. És itt egy kis saláta, nagypapi paradicsomából, salátaleveléből és uborkájából. Jó étvágyat mindenkinek! Zsoli megette a pizzáját, de Zsoli nem szereti a paradicsomot, sem a salátalevelet, sem az uborkát. Ó, jaj, Zsoli, nem szereted a salátát? Nem. Zsoli, kóstold meg ezt a finom kis paradicsomot. Nem. Zsoli, ez uborka. Nagypapi termesztette a kertjében. Bleh. Mama, olyan furcsa hangot hallottunk. Dörög az ég, Pepa. Azt jelenti, sok villám lesz nagyon nagy esővel. Gyorsan be a házba, mielőtt esni kezd. Ne aggódjatok. Még nagyon messze van innen ez a vihar. Az ég egyre sötétebb és sötétebb. Hatalmas vihar készülődik. Pepa, Zsoli, az összes játékot behoztátok a kertből. Dino bácsi! Jól van, Dino bácsi biztonságban van. Maci! Macit a kertben felejtettem! Vizes lesz! Ne aggódj, Pepa! Papa malac megmenti Macit! Jobb, ha sietsz, papa malac, mindjárt esni fog az eső. Én mindent tudok az ivatarokról. Még sokáig nem esik. Ahogy gondoltam, még sok idő van, mire elered. Szegény Maci, bőrigázott. Igen, szegény Maci. Szárítsuk meg. Szegény Maci. Kész is vagy, Maci, megszáradtál. Hepci, mi lesz szegény papával? Én is bőrigáztam. Ó, ne haragudj, papa malac, megszárítunk. Meg is vagy, papa malac, szépen és szárazon. Az eső bejön a házba. Vizes lesz a padló. Újjaj, mit tegyünk, papa malac? Ne aggódjatok. Papa malac egy vödörrel próbálja felfogni a vizet. Demi, plié. Most egy kis ugrás. Petit jeté. Bájosan és szépen. Petit jeté. Bájosan és szépen. Petit jeté. Bájosan és szépen.
Tudatosan és szépen. A balettúra nagyon jó mulatság. Emeljétek a karotokat. Képzeljétek, hogy gyönyörű hattyúk vagytok. És szerintetek milyen hangja lehet egy hattyúnak? Ne. Miau. Ne. Bájosan és szépen. Peppa szeret táncolni. Mindenki szeret táncolni. Mami, mami, mind úgy táncoltunk, mint a hattyúk. Peppa rendkívül ügyes volt. Gyönyörűen és bájosan táncoltam. Ez csodás. Megmutassam, hogy csináltam. Menjünk haza előbb. Aztán megmutathatod Papa Malacnak, Zsolinak és nekem. Viszlát! Mama, felkelhetek? Mackó doktor azt mondta, egy darabig ágyban kell maradnod. Ó, az olyan uncsi. A doktor megengedte, hogy meglátogassanak. Zsuzsi Bari is eljöhet hozzám. Zsuzsi Bari Peppa barátnője. Felhívom Zsuzsi Bari anyukáját. Halló, mama Malac? Beszélhetne Peppa Zsuzsival? Szia, Zsuzsi! Szia, Peppa! Nem érzem jól magam. Csupa kiütés az arcom. Voltál orvosnál? Igen, itt volt Mackó doktor bácsi. Azt mondta, kicsit beteg vagyok, ellenben nagyon bátor. Mennyire vagy beteg? Nagyon is, de nem fertőző. Ágyban kell maradnom. Mackó doktor bácsi adott nekem valami rettenetes ízű gyógyszert is. Megyek látogatni. Végre felvehetem az ápolónő ruhám. Zsuzsi Bari beteglátogatóba jött Peppához. Zsuzsin ápolónő ruha van. Dani kutyus és Rebeka nyúz is átjött. Szia, Peppa! Sziasztok! Hogy érzed magad? Nem túl fényesen, Zsuzsi. Ágyban kell maradnom. Hogyan segíthetnék még neked? Hoznátok egy kis narancslevet? Rendben! Peppa nagyon élvezi a helyzetet. Köszönöm, Zsuzsi. Jobban érzed már magad? Egy kicsivel. Dani, kérdezd meg a mamát, ehetek-e fagylaltot? És Rebeka, hoznál nekem pár szál virágot a kertünkből? Gyere, Zsoli! Peppa és Zsoli lábnyomokat gyárt a hóban. Peppa és Zsoli imád lábnyomokat gyártani. Jajaj! Kicsit se vicces! Zsoli, hógolyozzunk! Peppa gyúrt egy hógolyót. Peppa és Zsoli nagyon jól szórakozik. Zsoli, gyere vissza, te malac! Hűha, úgy látszik, kicsit eldurvult a játék. Ne haragudj! Zsoli, építsünk hóembert! Peppa és Zsoli hóembert épít. Először a testét. Zsoli, ez lesz a hóember teste. Aztán pedig a fejét.
És most jön a karja, a szeme és a szája. Tessék, egy térkép Pepának. És Zsoli megkapja a kalózkalapom. Ahaj, Zsoli kapitány! Elég bonyolult ez a térkép. Papa, segítesz? Szívesen segítek, Pepa, ebben jó vagyok. Nem is annyira könnyű. Papa malac feje lefelé tartott, talán fordítsd meg. Igen, észrevettem. Egyszerű. A piros kereszt jelöli a kincs helyét. De hol van a kertben ez a két almafa? Nem tudom. Segítsünk nektek? Igen, léci. Az első nyom üvegben van. De hol lehet a palack? Látom már. Pepa megtalálta az első nyomot. Egy üzenet a palackban. Ide nézzetek. Palackposta. Ügyes vagy, Pepa. Olvassuk el, mi áll benne. Ó, egy kalózhajóról érkezett. Mama, elolvasod a kalózok írását? Ez a kalóz elég olvashatatlanul ír. A kalózok írásával nincs semmi baj. Nem tudom kibogozni. A kalóz azt írta, hogy kövessétek a nyilakat. A nyilakat? Zsoli megtalálta a nyomot. Faágakból kirakott nyilakat. Nézzétek, erre mutatnak. Pepa és Zsoli követi a nyilakat. Nézd, Zsoli, egy kulcs. Pepa ismét nyomot talált. Egy kulcs. Ügyes vagy, Pepa. Már csak a ládát kell megtalálnotok. Ehhez a kulcshoz. Imádok autózni. Az autók is kedvel minket, igaz? Hűha, ez nem hangzik valami biztatóan. Mi a baj, papa? Nem tudom. Vigyük el az autószerelőhöz, majd megjavítják. Jó ötlet, mama malac. A garázs kutyaszakijé, aki nagyon jó szerelő. Ó, jaj, papa malac, a kocsijából szörnyű zajok jönnek. Meg tudná javítani, kutyaszaki? Igen, de csak estére készül el. Már annyira vártuk ezt a kirándulást. Semmi baj. Vigyék el ezt az autót, amíg megjavítom. Hurrá! Köszönjük, kutyaszaki. Leereszthetem a tetőt? Igen, kérem. Csak a piros gombot kell megnyomni. Okos kiskocsi. Mire visszaérnek, készen lesz az autójuk. Köszönjük, kutyaszaki. Viszlát! 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 Pepa és családja megszerette a kék kocsit. Mennyi gomb van egy új kocsiban? Mi lehet az a kis zöld gomb, papa? Lássuk csak. Az ablakok! Papa, tüntesd el megint az ablakokat. És mi lehet az a kék gombot? Nem tudom. Kipróbáljuk. Ha este beteszed a fogad a párna alá, eljön érte a fogtündér. A fogtündér elviszi a fogadat, és helyette ad neked egy fényes pénzérmét. Ha nagy leszek, fogtündér akarok lenni. És te mi leszel, ha nagy leszel, Zsoli? Dino bácsi. Dino bácsi. Gyorsan, Zsoli, lefekvés. Nehogy lemaradjunk a fogtündérről. Lefekvés előtt Pepa és Zsoli fogat mos. Pepa, mit csinálsz? Megmosom a fogam, hogy szép fényes legyen, ha jön a fogtündér.
Peppa alig várja az éjszakát. Peppa a párna alá teszi a fogat, hogy a fogtündér megtalálja. Jó hét, Peppa és Zsoli. Jó hét, mama. Jó hét, papa. Jó hét, kis palackáim. Zsoli, nem akarok elaludni. Maradjunk fent sokáig, és lessük meg a fogtündért. Ez a fogtündér sokat késik. A fogtündér nem kapkodja el az érkezését. Hogy van az a fogtündér? Mi ez a zaj? Csak nem a fogtündér. Zsoli, te is hallod? Ó, Zsoli! Ó, ez csak Zsoli. Olyan fáradt, hogy elnyomta az álom. Öreg! Szerintem 3 gyertya pontosan elég. Elkészült a mama tortája. Hurrá! Akkor most gyorsan díszítsük fel a nappalit. Szia, mama! Ó, itt vagytok. Már kezdtem unatkozni. Mama, nincs kedved sétálni egyet a kertben? Van más választásom? Nincs. Szia, mama! Kellemes sétát! Majd hívlak, ha megint hazajöhetsz. Elfelejtettem, milyen szülinaposnak lenni. Papa Malac, Peppa és Zsoli feldíszíti a nappalit. De vicces! Nagyapi és nagymami is átjön felköszönteni a mamát. Boldog szülinapot, mama Malac! Nincs kedved bejönni? Ó, még nem lehet. Papa, Peppa és Zsoli valami meglepetést készít elő. De kedvesek. Akkor később. Szia! Mama, most már bejöhetsz, ha van kedved? Szívesen. Csuk be a szemed. Még ne nyisd ki a szemed, mama. 1, 2, 3, kinyithatod! Boldog szülinapot, mama Malac! Micsoda meglepetés! Fújd el a gyertyákat! Kívánj valamit! Mama, bontsd ki a dobozt, találd ki, mi van benne! Fogalmam sincs! Nyisd ki és nézd meg! Egy gyönyörű új ruha! Ó! Nyuszi néni tigrisnek festette ki Peppa barátait. Készen vagy, Zsuzsi? Igazi tigris lettél? Köszönöm, Nyuszi néni! Tetszik a képed, Zsuzsi? Kis cica lettél? Nem! Tigris vagyok! Peppa, szeretnéd, ha kifestenélek? Igen, kérem. Lehetnék elefánt. Ó, kicsim, azt nem tudok festeni, de tigrist igen. Jó, legyen tigris. Készen vagy, Peppa, igazi kis tigris. Tigris vagyok. Zsoli, te mi szeretnél lenni? Dino bácsi. Dinoszaurus? Mit szólnál a tigrishez? Azt jobban tudok. Tigris vagyok. Én is. A tigrisek nem ugatnak. Te honnan tudod? Mert a tigrisek nagymacskák. Én is cica vagyok. Cili, megmutatod, hogy kell tigrisnek lenni? Jól van. A tigrisek nagyon-nagyon lassan osonnak. Aztán hoppá! A tigrisek viszonylag gyakran mosdanak. De ha valahol jól érzik magukat, darambolnak. Sziasztok, gyerekek! Jóságos ég! Hisz ezek tigrisek? Megmutatom, milyenek az igazi tigrisek! Na, kis tigrisek, most mit csináljunk? Dino bácsi! Így van!
Keresünk Zsolinak egy dínós lufit. Mindenki kaphat egy lufit. Hurrá! Mintha Peppa sokat csúfolná Zsolit. Peppa, ugye nem bántod Zsolit? De hogy is, mama? Én csak megtanítom őt labdázni. Valóban? Tudok egy játékot, hogy könnyebben megtanulja. A cicázás régi játék. Peppa, fogd a labdát és állj oda. És Zsoli, te meg maradj itt. Jó. Dobjátok át a labdát egymásnak. Én meg majd elkapom, most én vagyok a cica. Mama lesz a cica. Kapd el, Zsoli. Ó, nem sikerült. Zsoli elkapta a labdát. Hurrá! Ügyes vagy, Zsoli. Most dobd a labdát Peppának. Ó, még egyszer. Ó, még egyszer. Zsoli nem tudja átdobni a labdát Peppának. Gyerünk, Zsoli, kérem azt a labdát. Ügyes vagy. Ezt én is tudom. Peppa utánozni akarja Zsoli, de túl nagy és beragad. Nálam van a labda. Peppa, azt hiszem, te vagy a cica. Zsoli, kapd el! Hurrá! Elkaptam. Zsoli, most te vagy a cica. Zsoli, kapd el! Kapd el a labdát, Zsoli! Mama, játszhatunk a számítógépeden a csirkés játékkal? Majd később betöltöm a játékokat. Most dolgoznom kell. Mama, segíthetünk dolgozni? Nem, Peppa. Ne érj hozzá a billentyűkhöz. És Zsoli, te se nyújj hozzá a számítógéphez. Igen, Zsoli. Ne csinálj így. Peppa, elég! Bocs, mama. Csak megmutattam Zsolinak, hogy mit nem szabad. Baj van. A számítógép teljesen elromlott. Papa Malac! Papa Malac! Mi a baj, kedvesem? Papa Malac, meg tudod javítani? Addig én lemegyek és befejezem az ebédet. Jól van, mama Malac, de tudod, hogy nem vagyok túl ügyes. Ó, köszönöm, papa Malac. A papa megjavítja a számítógépet. Talán, ha gyorsan kikapcsolom, és újra bekapcsolom. A papa megjavította a számítógépet. Hurrá, papa! Igen, úgy látszik, értek a számítógépekhez. Papa, most játszhatunk a számítógéppel csirkefarmosat? Kérdezzétek meg a mamát. A mama azt mondta, később játszhatunk. Akkor rendben. De nem tudom, hol lehet a lemez. Gazella néni vigyáz a gyerekekre az oviban. Sziasztok! Ő itt a kisöcsém, Zsoli. Szervusz, Zsoli! Én is szeretnék egy ilyen kisöcsikét. Valóban. Hello, Dani kutyus vagyok. Ez egy dinoszaurusz? Az csak egy játék dinoszaurusz. Grrr, Dino bácsi! Brilliáns! Dino bácsi! Grrr. Dino bácsi! Ő de megijesztettél! Brilliáns! Zsoli az én kisöcsém!
brilliáns malac. Peppa büszke Zsolira, a kisöccsére. Mutassuk meg Zsolinak, hogyan kell képet festeni. Zsoli nem tud szépen festeni. Akkor majd te segítesz neki. Igen, én ügyes vagyok. Megmutatom, hogy kell virágot rajzolni. Zsoli, megmutatom neked, hogyan kell virágot rajzolni. Először egy nagy kört kanyarítunk. Nem, Zsoli, nem pont azzal a színnel. Most hozzáillesztjük a szirmokat. Zsoli, nem olyan alakúak. Most jön a szár, meg a levelek. Kész van. Peppa és Zsuzsi szerette a szobájában játszani. Zsoli is szeretne. Nem, Zsoli. Az nagylányoknak való játék. Menj és játsz a saját szobádban. Peppa és Zsuzsi egyedül szeretnének játszani. Most én vagyok a kis tündér királynő. Ha egyet suhintok a varázspálcámmal, békává változtatlak. Zsoli nem szeret egyedül lenni. Zsoli is szeretne játszani. Nem, Zsoli. Most Zsuzsival játszom. De találj ki valami mást. Zsoli Peppával játszana. Egyedül érzi magát. Zsoli, jössz segíteni? Csak is sütit sütök a lányoknak. Valaki kinyalhatja a tálat. Zsoli segít a mamának sütit sütni. De jobban szeretne Peppával játszani. Én leszek a nővér. És én leszek az orvos. Jó, de akkor ki lesz a beteg? Zsoli! Peppa és Zsuzsi szeret orvososat játszani. Időnként papa elveszíti a szemüvegét. Peppa, Zsoli, nem láttatok a papa szemüvegét? Már egy ideje keressük. Nem, mama. Peppa és Zsoli nem tudja, hol lehet a papa szemüvege. A csodába. Papa nem lát jól szemüveg nélkül, és ettől elég morcos lesz. A szemüvege nélkül papa újságot sem tud olvasni. Ez nevetséges. Nem látok semmit. Valaki biztosan eldugta a szemüvegem. Emlékszel utoljára, hol viselted, papa? Ha nincs rajtam, mindig a zsebembe rakom. De most nincs ott. Papa, mi is segíthetünk a keresésben. Jó ötlet, Peppa. Ha megtalálod, papa malac sem lesz ilyen morcos. Nem is vagyok morcos. Peppa és Zsoli keresni kezdi a papa szemüvegét. Peppa megnézi az újság alatt, de a papa szemüvege nincs ott. Oh. Zsoli megnézi a televízión, de a papa szemüvege ott sincs. Oh. Menjünk fel, nézzük meg a papáik hálójában. Peppa és Zsoli körülnéz a szülők hálószobájában. Zsoli, vigyázz, nehogy tönkre tegyél ám valamit. Oh! Ez nem is vicces. Peppa benéz a párna alá, de a papa szemüvege nincs ott. Oh. Ez a pici magocska először kicsi almafává fejlődik. Mint ez. Aztán a kis almafából egyszer csak hatalmas nagy fa válik.
mint ez. Ó! És az alma közepében még több magot találunk. Hogy még több fánk legyen. Eltaláltad. Nagyapa, nagyapa, én is akarok ültetni. Mit gondolsz, egy epermag jó lenne? Igen, nagyon. Ebből a magból egyszer egy csinos kis eperpalánta lesz. Először áss egy kis gödröcskét. Beleteszem a magot, és betakarom földdel. Megöntözöm neked a magot? Nem, nem. Majd én megöntözöm. Jó. Már csak ki kell várni, amíg megnő. Pepa és Zsoli azt várja, hogy kinőjön a növény. Nem történik semmi sem. Türelmesebbnek kell lenned, Pepa. Ma csak sokára lesz belőle szamóca. Pepa, Zsoli, ideje indulnunk. De még megvárjuk, míg kinő az eperpalántám. Szerettem volna epret uzsonnázni. Ne aggódj, Pepa. Ha legközelebb jöttök, már biztosan kibújik a földből a növényke. És leszedhetjük az epreket. Igen. Gyere, Pepa. Szervusz, nagypapi. Szervusz, epermag. Ha a sütőtökig bicajozunk, nagyon kell vigyáznunk, nehogy valami baja essen. A papa nagyon szomorú lenne, ha összetörnénk a tököt. Ne izgulj, Pepa! Gyertek! Pepa és pajtásai papa sütőtöke felé tartanak. Hé, hey, vigyázzatok a tökre! Pepa, vigyázz! A papa ültette! Bocsapa! Nézzétek Zsolit, olyan, mint egy csiga. Még mindig a bababicajon jár. A tiéd sem nagy lányos ám, Pepa. Még rajta van a pótkerék. Én már pótkerék nélkül bringázom. Én is! Én is! Menjünk fel megint a dombra. Velünk jössz, Pepa? Nem, most inkább itt maradok. Még úgy is jövünk. Szia. Pepa szeretné, ha az ő biciklién sem lenne pótkerék. Papa, szerintem már nem kell az a pótkerék. Talán anélkül is tudsz menni? Igen. Rendben, Pepa, akkor leszerelem. Papa leszereli Pepa kerékpárjáról a pótkereket. Biztos, hogy pótkerék nélkül szeretnél menni? Igen. Még sosem próbáltad? Sikerülni fog, igen, igen. Mi olyan vicces? Pótkerék nélkül nem olyan könnyű bicajozni. Szeretnéd, ha segítenék? Igen, kérlek, apa. Rendben. Elkészülni? Vigyázz! Megy! Ne engedj el, papa! Semmi baj, tartalak! Zsoli szeretné tudni, mi van Pepa titkos dobozában. Ha érdekel, próbáld meg kitalálni. Dino bácsi! Zsoli azt hiszi, Pepa Dino bácsit tette bele. Ó, Zsoli, te mindenre csak azt tudod mondani, hogy Dino bácsi. Egyébként is a dinoszauruszod bele sem férne a dobozba. Zsoli nem tudja kitalálni, mi van Pepa dobozában. Papa épp a képeket porolja le. Nézd, papa, ez az én titkos dobozom. A mamától kaptam. Nagyon szép, Pepa. Mit tartasz benne? Az az én titkom. Zsoli majdnem kitalálta, de végül nem sikerült. Megpróbálhatom? Igen. Csak nem a szemüvegem tetted bele? Nem. A szemüveged a fejeden van. Hát megvan. Butus, papa, próbáld csak meg még egyszer. Rendben. A mama cipője van benne? Nem, minden lehetőséged elhasználtad. Pepa szereti a titkokat. Mama, senki sem tudja, mi van a dobozban. Ó, Zsolinak is van.
Neki is csináltam egy dobozt. Ő is beletette a titkait. Csak Zsoli tudhatja, mi van benne. Peppa szeretné megtudni, mi van Zsoli dobozában. Ugyan már, csak Dino bácsi lehet, igaz? Nem. Nem. Zsoli dinoszaurusza nincs a dobozban. Ez így túl nehéz. Sose találom ki. Lehet, hogy Peppa mégsem szereti a titkokat annyira. Esetleg mutass meg valamit Zsolinak a te dobozodból, ő megmutat egyet az övéből. Rendben. De akkor egyszerre kell kinyitnunk. Ez ragyogó ötlet.